A város több óvodájából érkezett apróságok töltötték meg a zeneiskola koncerttermét, hogy együtt élvezzék a fazekas iskola tanulóinak karácsonyi műsorát. Az intézmény negyedik évfolyama hagyományosan az adventi időszakban műsorral készül az ovisok számára. Mindenkor a negyedikesek lépnek fel, ebben az évben, ezen az én folyamon két osztály van. A negyedikások egy betlehemes játékot mutatnak be, mi besegítünk az ének részébe, és utána a negyedik bések pedig zenei produkciót adnak elő. Nagyon-nagyon szeretnek szerepelni, hiszen azért a felvételinek is egy fontos feltétele, hogy szeressen szerepelni. Élvezik, nagyon kemény munka. Sokszor bizony vannak olyan időszakok, amikor a tanulás rovására megy, akkor tömbösítünk és megpróbáljuk valahogy behozni a lemaradt tananyagot, de nagyon nagy munka, sokat kell készülni rá. De mikor szerepelnek és látják a gyerekek ovisok arcán az örömöt, akkor ők is együtt örülnek velünk. És nem csak a negyedikesek szerepelnek, hanem mindig próbáljuk interaktívan ezeket a foglalkozásokat tartani, bevonjuk az óvodásokat, és akkor együtt zenélünk, táncolunk, szolmizálunk, ritmizálunk, énekelünk. Nagyon fontosnak tartjuk az adventi ünnepkört, és azért gondoltuk, hogy ezzel két legyet ütünk egy csapásra. Egyrészt egy olyan hangulatot tudunk teremteni az iskolában, ami azt gondoljuk a saját tanítványainknak is nagyon kellemes, és az ovisoknak is. Másrészt pedig nem sokára kezdődik az úgynevezett óvodás csalogató rendezvénysorozatunk, és legalább bepillantást nyerhetnek az iskola életébe is. A tanítványaink már elkezdenek készülni szeptembertől folyamatosan, hiszen ilyenkor azért nagyon sok rendezvényünk van, énekzenei iskola lévén nagyon sok fellépésünk, ezért ilyenkorra már kész műsorok vannak, és ezekből válogatunk, amiket úgy gondoljuk, hogy az ovisok is szívesen vesznek. Most készülünk a nagy karácsonyi hangversenyünkre a Művelődési Házban 15-én. Ez egy nagyon nagy feladat. Általában telt ház előtt, az összes szülő előtt szoktunk fellépni. Ezek folyamatosan az énekkari próbák, és az osztályokban is folyamatosan mennek a próbák. Lesz még olyan, meg vagyunk hívva klubokba, oda megyünk fellépésekre, és az óvodásokat várjuk.